Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet Páskának neveztek. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. Féltek ugyanis a néptől. Akkor bement a sátán Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és egyike volt a 12-nek. Elment és megbeszélte a főpapokkal és a templomőrség parancsnokaival, hogyan adja őt a kezükre. Azok megörültek és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő elfogadta az egyességet és kedvező alkalmat keresett arra, hogy a kezükre adhassa őt, amikor nincs jelen a sokaság. Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a húsvéti bárányt. Jézus ekkor elküldte Pétert és Jánost ezt mondva: menjetek el és készítsétek el nekünk a húsvéti vacsorát, hogy megehessük. Ők pedig ezt kérdezték tőle: mi a kívánságod? Hol készítsük el? Ő így válaszolt: amikor beértek a városba, szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz. Kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy, és mondjátok meg a ház gazdájának: a mester ezt üzeni neked. Hol van az a szállás, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a húsvéti vacsorát? Ő mutat nektek majd egy nagy berendezett emeleti termet. Ott készítsétek el. Akkor elmentek, és mindent úgy találtak, amint előre megmondta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik: vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik ez az Isten országában. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta: Baruch ata Adonai, Elohenu melech haolam, bore pri hagafen. And said: vegyétek és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott. Baruch ata Adonai, Elohenu melech haolam, hamotzi lechem min haaret. Megtörte, és e szavakkal adta nekik: ez az én testem, amely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: e pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetek ontatik ki. De íme annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. Mert az emberfia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt. Erre kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni. Ezután versengés is támadt köztük arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. Erre ő így felelt nekik: a királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül?
én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben, és én rátok hagyom a királyságot, ahogyan az én atyám rám hagyta azt, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál az én országomban, és királyi székekbe ülve ítéljétek Izrael 12 törzsét. Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. Ő erre így válaszolt. Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is. Jézus azonban ezt felelte. Mondom neked, Péter, nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor le nem tagadod, hogy ismersz engem. Azután ezt kérdezte tőlük. Amikor elküldtelek titeket erszény, tarisznya és saru nélkül, volt-e hiányotok valamiben? Semmiben, válaszolták. Majd ezt mondta nekik. Most azonban, akinek van erszénye, vegye elő. Ugyanúgy a tarisznyát is. És akinek nincs kardja, adja el felső ruháját és vegyen. Mert mondom nektek, hogy be kell teljesednie rajtam annak, ami meg van írva. És a bűnösök közé sorolták. Mert ami felőlem elrendeltetett, az most beteljesedik. Erre így szóltak. Uram, íme van itt két kard. Ő pedig ezt felelte. Elég. Ezután eltávozott onnan, és szokása szerint az olajfák hegyére ment. Követték a tanítványai is. Mikor pedig odaért arra a helyre, így szólt hozzájuk. Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Azután eltávolodott tőlük, mint egy kőhajításnyira, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette őt. Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. Amikor az imádkozás után felkelt, odament tanítványaihoz, de a szomorúságtól alva találta őket. Ekkor így szólt hozzájuk. Miért alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Miközben ezeket mondta, íme sokaság közeledett, amelynek élén Júdás, a 12 egyike haladt, és Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. Jézus így szólt hozzá. Júdás, csókkal árulod el az ember fiát? Amikor a körülötte levők látták, hogy mi készül, megkérdezték. Uram, odavágjunk a karddal? Egyikük oda is csapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta nekik. Hagyjátok abba!
és megérintve a fülét, meggyógyította őt. Majd ezt mondta a főpapoknak, a templomőrség vezetőinek és a véneknek, amikor odaléptek hozzá. Úgy vonultok ki ellenem kardokkal és botokkal, mint valami rabló ellen. Amikor nap mint nap veletek voltam a templomban, nem emeltetek rám kezet, de ez a ti órátok és a sötétség hatalmának ideje. Miután pedig elfogták őt, elvitték és bekísérték a főpap házába. Péter pedig távolról követte. Mikor az udvar közepén tüzet raktak és körülülték, Péter is leült közéjük. Amint ott ült a tűzvilágánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vette és így szólt. Ez is vele volt. Ő azonban letagadta, ezt mondva. Asszony, nem ismerem őt. Röviddel ezután más látta meg és rászólt. Te is közülük való vagy. De Péter így válaszolt. Ember, nem vagyok. Körülbelül egy óra múlva más valaki is bizonygatta. De bizony, ez is vele volt, hiszen ő is Galileából való. Péter azonban ismét tagadta. Ember, nem tudom, mit beszélsz. Még beszélt, amikor hirtelen megszólalt a kakas. Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki. Ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Aztán kiment, és keserves sírásra fakadt. Azok a férfiak, akik őrizték Jézust, gúnyolták és verték őt, majd eltakarták a szemét, és ezt kérdezték. Profétáld meg, ki ütött meg téged? És sok más szidalmat is szórtak reá. Amint megvirradt, összegyűlt a nép véneinek tanácsa, a főpapok és az írástudók, és bekísértették őt a nagy tanácsba, s ott felszólították. Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk. Ő pedig így válaszolt. Ha megmondom nektek, nem hiszitek. Ha pedig én kérdezlek titeket, nem feleltek. De mostantól fogva ott ül majd az emberfia Isten hatalma jobbján. Erre mind azt kérdezték, akkor hát te vagy az Isten fia? Ti mondjátok, hogy én vagyok, felelte nekik. Azok pedig így szóltak. Mi szükségünk van még tanúvallomásra, hiszen magunk hallottuk a saját szájából.
Ezután elindult az egész testület, és elvitték őt Pilátushoz. Ott így kezdték vádolni. Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. Pilátus megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Ő pedig ezt felelte, te mondod. Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz. Semmi bűnt nem találok ebben az emberben. De azok erősen állították. Fellázítja a népet tanításával egész Júdeában, Galileától kezdve egészen idáig. Pilátus ezt hallva megkérdezte, hogy Galileából való-e az az ember. Amikor pedig megtudta, hogy Heródes hatósága alá tartozik, átküldte Heródeshez, aki szintén Jeruzsálemben tartózkodott ezekben a napokban. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült, mert már jó ideje szerette volna látni, mivel hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd az ő szeme láttára. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Ott álltak a főpapok és az írástudók is, akik hevesen vádolták. Heródes pedig katonai kíséretével együtt megvetően bánt vele, kigúnyolta, és fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus barátságot kötöttek egymással. Előtte ugyanis haragban voltak. Ekkor Pilátus összehívta a főpapokat, a vezetőket és a népet, és így szólt hozzájuk. Ezt az embert elém hoztátok azzal, hogy a népet félrevezeti. Íme, én előttetek vallattam ki, és nem találtam ebben az emberben egyet sem azok közül a bűnök közül, amelyekkel vádoljátok. De még Heródes sem, mert visszaküldte hozzánk. Láthatjátok, hogy semmi halált érdemlő dolgot nem követett el. Megfenyítem tehát, és elbocsátom. Ünnepenként pedig szabadon kellett neki bocsátania egy foglyot. Erre valamennyien felkiáltottak. Ezt öld meg! Barabást pedig bocsásd el nekünk! Ez utóbbi a városban történt lázadásért és gyilkosságért volt börtönbe vetve. Pilátus ismét szólt hozzájuk, mert szerette volna szabadon bocsátani Jézust. De ezek kiáltoztak. Feszítsd meg őt! Ő azonban harmadszor is odafordult hozzájuk. De hát mi rosszat tett ez? Nem találtam benne semmiféle halált érdemlő bűnt. Megfenyítem tehát, és elbocsátom. De azok hangos kiáltásokkal sürgették és követelték, hogy feszítsék meg. Ah!
és kiáltozások győzött. Pilátus ekkor úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak. Szabadon bocsátotta azt, akit kértek, aki lázadásért és gyilkosságért volt börtönbe vetve, Jézus pedig kiszolgáltatta akaratuknak. Amikor elvezették őt, megragadtak egy bizonyos cirénei Simont, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után. A népnek és az asszonyoknak nagy sokasága követte őt, akik jajgattak és siratták őt. Jézus pedig feléjük fordulva ezt mondta nekik: Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok, mert jönnek majd olyan napok, amikor ezt mondják: boldogok a meddők, az anyaméhek, amelyek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak. Akkor majd kiáltani kezdik a hegyeknek: essetek ránk, és a halmoknak, borítsatok el minket, mert ha a zöldellő fával ezt teszik, mi történik a szárazzal? Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponyahelynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől.
Jézus pedig így könyörgött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháim. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak. Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa. They parted his raiment and cast lots. Felírás is volt a feje fölött görög, latin és héber betűkkel írva. Ez a zsidók királya. Kigúnyolták a katonák is, oda mentek hozzá, eszetet vittek neki, és így szóltak. Ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat! A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is! De a másik megrótta, ezt mondva neki. Nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt. Jézus! Emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt neki. Bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Tizenkét órától egészen három óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet.
Avi. Beyadcha. Afkid. Et nafshi. And having said thus, he gave up. És ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, mi történt, dicsőítette Istent, és így szólt. Ez az ember valóban igaz volt. És az egész sokaság, amely erre a látványra verődött össze, amikor látta a történteket, mellét verve hazatért. Jézus ismerősei pedig minnyájan, és az őt Galileától fogva követő asszonyok távolabb állva szemlélték mindezt. Volt egy József nevű ember, Arimátiából, a júdeaiak egyik városából való, a nagy tanács tagja, derék és igaz férfiú, aki nem értett egyet a többiek határozatával és eljárásával, aki maga is várta az Isten országát. Ő elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Aztán levette, gyolcsba göngyölte, és elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, amelyben még senki sem feküdt soha. Az ünnepi előkészület napja már elmúlt, és megkezdődött a szombat. Elkísérték őt az asszonyok, akik együtt jöttek vele Galileából, és megnézték a sírboltot, meg azt is, hogyan helyezték el Jézus testét. Aztán visszatértek, illatszereket és drága keneteket készítettek. Szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, Achim,
בואו נספר גם לאחרים. בואו. מהר, עוצנה. És visszatérve a sírtól hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, and ran onto the sepulchre. És amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment és csodálkozott magában a történteken. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas, Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét, eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták? Hát nem ezt kellette elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték. Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, Baruch ata Adonai Eloheinu, melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük.
Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket. Békesség nektek! Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk. Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok. Mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezét és a lábát. Mikor pedig még mindig nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkoztak, megkérdezte tőlük, van-e itt valami ennivalótok? Erre adtak neki egy darab sült halat. Elvette, és szemük láttára megette. Majd így szólt hozzájuk. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt nekik. Így van megírva. A Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadni a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme, én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük és felvitetett a mennybe.
Ekkor leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe, mindig a templomban voltak, és áldották Istent.